Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Kabátos tárlatvezetés a Wosinski Múzeumban. Andrásfalvi Bertalan a Léleképítőben. Új civil szervezet Szekszárdon. Újévi koncert a Babicsban. Új kezdeményezés indult a Wosinski-Mór vármegyei múzeumban. Bár az épületben e pillanatban átalakítás zajlik, és az energiaárak emelkedése miatt is zárva van a közgyűjtemény, a szakemberek egyfajta kabátos tárlatvezetést szerveznek. Az első ilyen alkalommal a látványtár titkairól meséltek. Amíg a munkások szorgosan dolgoznak a múzeum átépítésén és az energiárak emelkedése miatt csak visszafogottan működik a fűtés, nem kellemes az időjárás az Ódon intézmény falai között. Ennek ellenére nem szerencsés, ha a látogatók elszoknak attól, hogy múzeumba járjanak, így aztán kabátos tárlatvezetés sorozatot hirdetett az intézmény, ahol első alkalommal arról kaphattak tájékoztatást, miért is jó, hogy néhány évvel ezelőtt létrejött a látványtár. Nem a múzeum ötlete természetesen, a látványtár maga, mint egy ilyen kiállítási típus, vagy raktározási típus. Ez valamikor a 90-es évektől kezdődött, valószínűleg Nyugat-Európában, és aztán Magyarország is 2000-es években nagyon divatossá vált. Már csak azért is, mert tényleg a kiállítások azért korlátozva vannak olyan szempontból, hogy hány tárgyat tudunk ott kiállítani, vagy kitenni, közszemlére tenni, viszont így a látványtár az egy kicsit zsúfoltabb, kicsit más jellegű, mint a kiállítás, mégis meg tudjuk azokat a tárgyakat mutatni, amelyek úgy érezzük, hogy érdemes arra, hogy ki legyenek téve. És az 2015-ben jött létre ez az úgynevezett látványtár, amelynek az a koncepciója egyébként, hogy a majdnem a jelenből vezet vissza teljesen a bronzkori, a középső bronzkori, tehát több ezer évet ölel át. És a látványtároknak az igazából a metódusa, hogy átmenetet képeznek a kiállítás és a raktár között. Ez azért, hogyha szétnézünk, akkor lehet látni, hogy nagyon sok egyforma tárgy van kitéve, feliratozás nélkül, de úgy, hogy azért meg lehet nézni, tehát üvegvitrínben, vagy esetleg szabad polcon van, és meg lehet tekinteni. Tehát valószínűleg egyébként, hogyha valaki a raktárunkba eljönne, akkor ugyanezt látná, kevésbé ilyen szépen rendezetten, kicsit zsúfoltabban, de ugyanúgy, mint egy raktár, együtt van ez a sok tárgy, és ezt meg is nézheti a látogató. Segítségére van néhány infópult, ugyanis a leletek, vagy hát a tárgyak mellett vannak bizonyos kódok, az beüti, akkor abból információkat szerezhet, hogy mi az a tárgy pontosan. De hát ez ugye a raktár részét mutatja, a kiállítás részét pedig az, hogy normális körülmények között meg tudja tekinteni ezeket a tárgyakat. Mindenféle körítés, installáció és egyéb más nélkül azért nagyon sok tárgyat meg tudunk mutatni a közönségnek, hogy lássák azt, hogy azon túl a néhány ezer tárgyon, ami az állandó vagy az időszaki kiállításokban ott van, azon túl még nagyon sok szép tárgy van a múzeumban, amit persze nem azért teszünk raktárba, hogy elrejtsük a látogatók elől, hanem azért, mert hogy nem tudunk kiállítani, nincs az a hely, meg hát esetleg akkora igény se lenne, hogy kitegyünk minden tárgyat. Itt viszont be tudjuk mutatni ezeket a szép tárgyakat, vagy szebb tárgyakat még. Van még egy előnye ennek a bemutatási formának, így kiállíthatnak olyan tárgyakat, leleteket, amelyek méretüknél fogva nem férnek be egy állandó kiállítás vitrinjébe. Erre a legjobb példa a fogorvosi szék, amely esélyét vesztette annak, hogy bárki megnézhetné, és életét egy raktár mélyén tölthetné. A látványtár úgy működik, mint egy raktár, tehát amit ide betettünk, azok itt maradnak. Ez, ahogy szóba került, hogy ez tényleg egy keretmetszetet ad a múzeum gyűjteményéről. Többé-kevésbé a raktárból legszebb tárgyakat tettük ki, amik mégse kerültek a kiállításba, de egy ilyen látványtárban benne vannak. Olyan szempontból esetleg változnak a tárgyak, hogy most is fogunk látni olyan helyet, ahonnan ki van emelve, ugyanis esetleg kiállításba lett áthelyezve, vagy esetleg valaki dolgozik ezzel a tárgyal, ez kikölcsönözte innen, akkor egy ilyen hiányjelző karton van a helyén. De hát ilyen szempontból mozog valamennyire itt a tárgy, anyag, de igazából nagyon nem változik az a körülbelül, azt hiszem, hogy 7000 tárgyat tettünk ide ki 2015-ben. Sajnos a látványtár sem oldja fel a mindent a szemnek, semmit a kéznek aranyszabályt, bár tegyük hozzá, ennek feloldására számos kísérlet zajlik már majdnem minden kiállító helyen, hiszen mára ezekre az impulzusokra is szükség van, elsősorban a fiatalabb közösségnek. Itt azonban szükséges, mondja Czövek Attila, hogy a leletek jelentős részét védjük, ezért vannak vitrinben. A látványtár lelke akkor boldog, amikor a múzeumok éjszakáján egymást váltják a csoportok. Egy előre bejelentkezéssel, vagy egy
teremőri felügyelettel bármikor meg lehet tekinteni, csak maximum nincsen hozzá tárlatvezetés. Annyi többször is volt már itt óra, tehát gimnáziumi történelem órát itt tartottak, és akkor a valamelyik régésznek a segítségét kérték, hogy magyarázza el azt a részt. A kabátos tárlatvezetés kezdeményezése folytatódik a Vosinszky Mor megyei múzeumban, nem csak a főépület vesz részt a programban, az intézmény másik három bemutatóhelye is bekapcsolódik a kezdeményezésbe. Andrásfalvi Bertalan néprajzkutató egyetemi tanár volt az idei léleképítő előadás sorozat első vendége. A szaktekintély Jövőnk gyökerei című előadásában azt fejtegette, a művészeti oktatásnak az eddigieknél lényegesebb nagyobb szerepet kéne kapnia az oktatásban, mert ez alapozza meg azokat a társas kapcsolatokat, amelyek egészséges generációkat nevelnek. Emberi kapcsolatok nélkül nincs emberi élet. Az ember kapcsolatokra teremtetett, és úgy kell élnie. És a kapcsolatok megteremtésére szolgál, amiről most szólt ez a film is, a művészet. Andrásfalvi Bertalannak, egykori kulturális miniszternek, egyetemi tanárnak a léleképítő előadás sorozatában, a Jövőnk gyökerei címmel tartott előadásában ez a rövid gondolata volt a vezérfonala. Néphagyománya nem ez egy érdekes téma, hanem a jövőnknek tanulni kellene a múltból, de az a múltot is meg kellene ismerni. És a múlt megismerésének a föltétele az, hogy az embereknek kapcsolatokat kell teremteni a másik embere. A Kopp Máriának van, a Magyar Magatartástudományi Intézetnek az alapítója és professzora volt, megírta, hogy a magyar társadalomnak a sok elmagányosodott ember, öngyilkos, elvált, magános, stb. Oka az, hogy nincs emberi kapcsolat eléggé. És ezt helyre kell állítani. A valós társadalomban a kapcsolat teremtésnek az eszköze a művészet. A művészetet nem lehet megörökölni. Ugyanúgy, mint a nyelvet meg kell tanulni. A művészeti oktatás az emberi kapcsolatok létesítésének az alapja. Ezt vissza kell állítani, mert a művészeti oktatás, és ha lehet valakit rábírni arra, hogy énekeljen, hogy táncoljon, hogy mesét hallgasson, hogy másikkal beszéljen, szokásokban részt vegyen. Tehát meg kell tanulnia az emberi kapcsolatokkal a szeretetet is. Tehát ezt tanulni kell. A művészetek a hímzéstől kezdve az éneklésig, a tánctól kezdve a népszokásokig, a népmeséig és így tovább. Ezt meg kell tanulni. Az anyanyelvet nem lehet megörökölni, az anyanyelvet tanulni kell. Mindenkinek. Mert mikor a gyerek megszületik utána, az anyjától tanulja meg az emberséget. A népművészet nem arról szól, hogy vannak emberek, akik költők, írók, színészek, zenészek, stb., hanem az, hogy én megosztom, szóval szeretettel megosztom az életemet másokkal is. És rájövök arra, hogy az életnek az értelme nem lehet az, hogy teljesen magányosan elzárkózok, és luxus villában lakok és autózok. Andrásfalvi Bertalan Kopp Mária kutatására hivatkozva azt mondja, a mai magyar társadalom küzdelmei mögött egyetlen ok húzódik meg. Számszerűen bizonyítja, hogy Magyarországon mennyire több a magányos, a öngyilkos, az elvált, a depressziós és így tovább. És ennek egy oka van, egy fő oka van, emberi kapcsolatok hiánya. Nem más. Tehát nem öröklött betegség, nem járvány, nem, hanem azért, hogy elmagányosodik a társadalom érintkezés nélkül. És az érintkezéshez művészet kell, tehát a művészeti oktatás az élethez szükséges. A professzor arról szólt, a jelenlegi iskolarendszer gyors és hatékony változtatására van szükség. Vissza kell jönni a kisiskolákat, mert a körzeti iskolákban
utazó gyerekek egész életükben utaznak, jobbra-balra, stb. Se táncolni, se énekelni, se közösségben, nem, se sportolni nem tudnak. Azért, mert ez az ez a tendencia, hogy a nagyobb iskola az niósabb. Nem, a kis iskolák, még az osztatlan iskolák is többet érnek erről, tudományos kutatók beszélnek. Vissza kell állítani a gyerekek közt is a kapcsolatot. Hogyan? Művészettel. Gyerekjátékkal. Mert most már nem játszanak gyerekek. És a gyerekjátéknak a jelentősége az emberi kapcsolatok megteremtésében. Ezt Magyarországon fedezték fel először. 1891-ben megjelent egy könyv Kis Áron, ami a gyerekjátékokról szól. És azért írja meg ezt a könyvet a gyerekjátékokról, a mondókákról, hogy ott, ahol már nem ilyen mondókáznak, ahol már nem játszanak, ahol már nem gyerekek nem jönnek össze, és énekelnek, táncolnak, játszanak, stb. Ott ebből be tanulják meg, mert szükség van rá. 1891-ben mondja ki azt, amit Kopp Mária 100 évvel később megír. Az a belenyugvás abba, hogy ami történik, az jó, az a gyávaságnak a legnagyobb foka. És aki nem meri kimondani azt, amit hisz, az a hazugságnak a szolgája. Új civil szervezetet alapítottak a Tolnai Vármegye székhelyen. A közösség tagjainak célja egyrészt, hogy feléleszék az egykori Alsó utcában és a Csatári városrészben élők hagyományait, valamint ápolják az ottani közösségek emlékét. De nem titkolt szándék az is, hogy a környék fejlesztéséért dolgozzanak. Ott megsárgult családi fotók. A képek egytől egyig az egykor a szekszedi Csatári városrészben élőket ábrázolják. A fotókat 5 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni, majd egy Facebook csoportba közzétenni Bartók Julianna. Én, a szüleim, a nagyszüleim mind csatáriak voltak. Tehát ez egy, nem azt mondom, hogy belterjes, de egy nagyon jó kis falu volt, faluként működő, az iskolába, az én szüleim, az egytantermes iskolába a 8 osztályt járták ki. Az én korosztályom már 4 osztályt, tehát az alsó tagozatot jártuk, és utána mentünk be a Garaiba. Tehát tulajdonképpen itt minden megvolt. Egyszerűen ugye fontos lett az embernek a múltja, a gyerekkori dolgok, amik történtek, és akkor beszélgetés során indult el az, hogy összegyűjteni a régi csatárnak az emlékeit. És hát tulajdonképpen a csatár, ez a falu, meg a Csatári völgy, és ez az egész Alsó utcának a gyökereként is tekinthetjük. A Facebook csoportnak pedig egyre több tagja lett, míg nem az online térből sor került a személyes találkozásokra is, és a régi emlékek közös összegyűjtésére. A beszélgetés során ugye összegyűjtöttünk fotókat, hangfelvételek készültek, hogy majd ezt felhasználjuk egy későbbi kiadványba. És akkor most eljött az az idő, hogy ez a gyűjtés, meg ez az oldal egyszeribe csak megérett, és most egy reményeink szerint egy társas kör formájába kiteljesedik.
Pénteken pedig egyhangulag szavazták meg az elnökség névsorát a déli városrészen alakult új civil közösség tagjai. A Szekszárd Alsó utca csatár 1896-2023 egyesületbe eddig nagyjából 120-an jelezték belépési szándékukat. A közösség a már közel 20 éve működő Alsóvárosi Római Katolikus Egyesület és egy Facebook csoport a volt egyszer egy csatár közös munkájának eredményeként jött létre. Az egyesület egyrészt azt tervezi, hogy méltó módon ápolják majd az egykori Alsóvárosban és csatáron élt helyiek emlékét, az ő hagyományaikat. Másrészt viszont aktív szereplői szeretnének lenni a szekszárdi közéletnek is. Ha rágondolunk itt a csatári részre is, ahol már ugyancsak tömbházak is vannak, és talán a Szöllőhegyig is kialakult nagyon szép lakónegyedek, kertes villág, azok is örülnének egy olyan kezdeményezésnek, amely egy kicsit a múltat is föltárná, hogy kik éltek itt, mivel foglalkoztak, esetleg milyen kultúra volt az, ami hát őket formálta, és annak alapján velük együtt már ezekkel a mostani lakókkal alakítanánk ki azokat a programokat, amelyektől ez a szervezet, ez az Alsóváros Csatári Egyesület prosperálni tudna, és esetleg tudna megjelölni konkrét feladatokat. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a történelmi múlt megismerésével együtt lehetne azért olyan programokat szervezni, ami a közösséget kimozdítaná, akár a lakásaikból, vagy akár érzelmileg, élményanyag szempontjából. Így gondolhatunk akár közös kirándulásokra, dalestekre, irodalmi estekre, vagy érdeklődési körnek megfelelően lehet ezeket a programokat összeállítani. A Szekszárd Alsó utca csatár egyesület 1896-2023 tagjai mindenkit szívesen látnak maguk között, aki úgy érzi, érdekli a település rész múltja, vagy tenne annak jövőjéért. A hagyomány szerint a Babits Mihály Kulturális Központ újévi koncerttel indítja az éves programsorozatot. A nagy sikerű kezdeményezés éveken át hozott jó hangulatú rendezvényeket, és erről idén sem akartak lemaradni a szervezők, különösen, hogy az utóbbi hetekben folyamatos teltházat produkált az intézmény. Az idei év a Budapest Jazz Orchestra és Poyák Lilla főszereplésével zajlott koncerttel indult. Hosszú évek óta zajlott úgy új év első napjának kora estéje, hogy zenebarátok gyűltek össze, jellemzően a Szekszárdi Művészetek Házában, hogy kulturális élménnyel indítsák az új évet. Könnyed jazz vagy vidám komoly zene volt általában a programban. Aztán a Covid, ahogy sok mindent, ezt is megakadályozta. De az igény fennmaradt, és most, hogy újra szabad a vásár, a Babits Kulturális Központban nem volt kérdés, legyen-e újra új év köszöntő koncert. Igaz, nem január legelején, hanem a legvégén. Nagyon egyszerű az oka ennek, hogy miért nem január 1-én tartottuk. Annyira gazdag volt az adventi programkínálatunk, illetve egy hatalmas szilveszteri fergeteges báli zajlott még itt a házban, hogy egyszerűen fizikailag nem volt idő ennek a meghirdetésére, megszervezésére, hiszen a cél, a szándék mindig az, hogy minél többen tudjanak eljönni. Nagy örömünkre, és ez most nem csak az újévi koncertünkre vonatkozik, hanem az elmúlt időszak szinte valamennyi eseményére, teltházas koncert lesz ma is. Ez egy folyamat, amit őszóta tapasztalhat a ház szakmai gárdája, gyakorlatilag minden előadáson teltházban. Az idei fellépő a Budapest Jazz Orchestra volt, akik 25 évüket tapossák, és ez idő alatt számos ismert énekessel közösen álltak színpadra. Ebből a repertoárból választotta ki a Babits szakmai stábja azt, amelyben Poyák Lillával és Gájer Bálinttal a jazz aranykorának legjobb dalait hozták el. 50-es 60-as évek vokális jazz az, amit el fog hangzani. Rengeteg olyan dal fog elhangozni, ami olyan formátumú előadóknak is lágere volt, mint például Natalie Cole vagy Frank Sinatra, és ezeket általában aki
szereti a zenét, és hallgat sokféle dolgot, az ismeri. Tulajdonképpen azért a dalokat egy kis részben válogatjuk így, hogy legyenek benne ikonikus darabok, de Budapest Jazz Orchestrának 5-600 számos vokális repertoárja van a kottatárában, és hát természetesen az énekessel szoktuk kialakítani azt a koncepciót, hogy mi az, ami neki a legjobban fekszik. Egyrészt hangnemben is, ugye, mert teljes big band hangszereléseket nem lehet áttenni, sok hanggal odébb. Másrészt, hogy tulajdonképpen ugye mai este is el volt képzelve valahogy, abból szűrünk ebből a repertoárból, és így alakul ki a műsor. Bolyák Lilát elsősorban musical színészként ismeri az ország, ám saját bevallása szerint törekszik arra, hogy ez a kép ne rögzüljön senki fejében, éppen ezért tágítja a saját határait, mondja. Az ember feláll egy színpadra, akkor eljátszik egy szerepet, és a fő különbség, hiszen azért a színházakban is általában nagy zenekarra mennek az előadások, azok a zenés előadások, amikben játszom legalábbis többnyire. Belebújni egy karakterbe és elbújni egy szerep mögé, úgymond, holott nem csak nehéz megformálni a karakter, de ugyanakkor könnyebbség is ahhoz képest, mint amikor az embernek meg kell mutatni a saját személyiségét. Szerencsére azért nagyon sokszor nyílt alkalmam komoly zenekarokkal fellépni, de mindig egy nagyon nagy örömünnep az, amikor egy ilyen este vár rám, mert nagyon szeretek nagy élőzenekarral énekelni, ki nem szeret természetesen, és ráadásul nagyon szeretek egy kicsit vándorolni a stílusok között, és nem csak musicalt énekelni, hanem ugyanakkor popzenét is nagyon gyakran énekelek, és egyre többször nyílik most már lehetőségem szerencsére jazzt is énekelni. Ez egy nagyon régi szerelem, ez már nem tudom az idejét sem megmondani, hogy mikor, hiszen szerintem gyerekkoromtól datálódik, és mindig is azt gondoltam erről a pályáról, hogy az a szép és érdekes benne, hogy az ember minél több mindent kipróbálhat, és minél több mindenben kipróbálhatja magát, úgyhogy a jazz én nagyon régóta éneklem, csak nem olyan régóta nyílik alkalmam ilyen viszonylagos rendszerességgel és egy ilyen fantasztikus zenekarral énekelni. Populáris jazzt nagyon szeretem, és azokat az előadókat, akik egy kicsit ötvözik a jazzt akár a könnyű zenével, úgyhogy mindenképpen azt hiszem, hogy itt is egy olyan kis fúziós műsor alakult ki, amiben azért benne van a BJO, Budapest Jazz Orchestra, ugye, mint saját stílus, és nem egy az egyben dolgozzuk fel a jazz dalokat, kicsit Bolyák Lillásabb is lesz, és azt hiszem, hogy ettől csak még izgalmasabb. Mert van egy olyan közös repertoárunk most már, amit a Budapest Jazz Orchestra is nagyon szívesen játszik, és én is nagyon szívesen énekelek, úgyhogy általában a beszélgetés inkább csak arról szól, hogy mit hagyjunk ki a műsorból. Az est vendége az a Gájer Bálint volt, akit miután feltűnt egy tehetségkutatóban, gyorsan a swing hercegének tituláltak, ami saját bevallása szerint nem nyomasztja igazán. Sokkal könnyebb behatárolni magát a műfajt, hogyha ez így összefor a nevemmel. Bárcsak, mert nem csak swinges dalokat éneklek, de hogy alapvetően talán a leghatározottabb ilyen zenei image az talán a swing zene mindenképpen. Ugye ma este is fogok énekelni majd swinges és latinos dalokat is. Én nagyon szeretek egyébként Lillával egy színpadon állni, mert mindig nagyon határozott, nagyon jól érzi a zenei műfajokat. Ugye őt alapvetően inkább a musical világból, a színházi világból ismerhetjük, de ő nagyon jól énekel popzenéket is, többször is lehetett hallani őt az Eurovíziós Dalfesztiválon is például. Úgyhogy ő nagyon profi énekes, és mindig
mindig lehet tudni, hogy ha jót lesz, akkor minden hang a helyén lesz, úgyhogy nem nagyon kell izgulni, egy kicsit így hátra lehet dőlni, az ő duett partnereként is ugyanezt fogom érezni valószínűleg. Úgyhogy ez már nagyon régi történet volt, hogy mi a Budapest Jazz Orchestrával közösen Lillával így egy színpadon álltunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra van lehetőségünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!